2017. január 1-én bezárták a kastélyt, és látható most is, hogy nagyon gyorsan még fokozottabb romlásnak indult. Ekkor kezdtünk el komolyan foglalkozni azzal, hogy próbáljuk bizonyítani, hogy ez egy olyan érték, amit nem szabad hagyni így elveszni. Barokk fények Ráckevén, tehát december 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amelynek a legfőbb célja az, hogy Magyarországon a turizmus kulturális részarányát növelje. Savoyai Jenő építette, akinek a neve egyébként nemzetközi hívószó lehet, hiszen a francia származású, ám osztrák hadvezérként magának nevet szerző Savoyait Európa több országában is ismerik. A kastély maga ugye a 18. század elején épült, Savoyai 1736-ban bekövetkezett halála után visszaszállt a koronára, és a következő századra az épület már elvesztette eredeti szerepét. Az 1960-as években már olyan rossz állapotba került, hogy csak nem összedőlt. 2017-ben aztán bezárt a étterem és a szálloda, azóta megszűnt a látogathatósága. Sokszor, sokféleképpen bizonyítottuk, rengeteg dokumentummal, szép összeállítással. Mindenhova eljuttattuk az anyagot, ahol bíztunk abba, hogy valaki értékelni fogja, és elfogadja, és lép a dologban. Ez konkrétan az ezzel kapcsolatos munka kerek 3 évig tartott. Előkészítés tervezése az 456.568.000 forintos támogatásban részesül a magyar kormánytól. Egy egyedülálló épített örökség, amely egy ikonikus jelképe Ráckevének, de nem csak Ráckevének, hanem a Csepel-sziget déli részének és itt a kistérségnek is. A kastélynak a tervezett fejlesztése egy olyan egyedülálló vonzerőt hozhat majd létre a településen, ami kulturális turizmusban Budapesthez való közelségét illetően egy különleges helyzetre pozícionálja, szinte nem lesz versenytársa ennek a terméknek. Tekintettel arra, hogy ez egy több milliárdos érték, amiben a felújítás kerülni fog, ezért ezt csak nyilvánvalóan állami támogatással lehet elérni, tehát nem kell mondjuk a városnak hozzá pénzt tennie. Látni kell, hogy ugye ez egy több évig tartó munka, és kisvárosi léptékkel mérve egy gigászi összeg, amelyet megkapunk előre láthatólag a kormánytól erre a célra. Pénzügyi léptékét igazából csak a 19. és 20. század fordulójának beruházásaihoz tudnám hasonlítani a városban, amikor megépült az állandó híd és a történelmi városháza. Hogy mértékét egy konkrétabb példával is számmal érzékeltessem, a beruházásra fordítandó összeg a város mintegy 3,5 éves pályázatok nélkül számolt költségvetésével egyenlő. Elindultak a közbeszerzések kiírásai, az azt jelenti, amikor ott nyertes van, akkor kezdődik meg a tervezési munka. Elsőként a restaurátorok és a művészeti értékek feltárói fognak itt megjelenni. Ők fogják megmondani, hogy mit kell csinálni, és az arra építhetnek majd csak a tervezők, mert az építés kivitelezést maximálisan az örökségvédelmet figyelembe véve kell majd megvalósítani. Azért kell építési és engedélyezési terveknek lenni, mert az alapján majd egy előzetes közbeszerzést kell kiírni a kivitelezésre. Az fogja meghatározni, hogy valójában mennyibe kerül mindaz, amit meg kell csinálni. És akkor az egy új állami döntést fog igényelni, hogy azt az összeget, azzal az összeggel lehessen újraindulni a munkálatokkal. A kastély felújításának tartalmaznia kell az, hogy itt létrejöjjön majd egy múzeum,
múzeumkávézóval, a kastélyparknak a felújítását kell tartalmaznia. Az épület reményeink szerint múzeumpedagógiai foglalkozások számára is nyitott lesz, a diákok számára is nyitott lesz, és van egy üzleti célú fejlesztése, hiszen egy 4 csillagos wellness szállodának kell helyet adni az épületnek és a mai ingatlannak, és egy étteremnek is. A kastély az egyben egy konferencia központ is lesz. A konferencia központ az azt jelenti, hogy lehet majd üzleti konferenciákat tartani, és olyan nevet is adtunk, hogy művészeti és diplomáciai szalonok, hiszen Gödöllőhöz hasonlóan közel vagyunk Budapesthez, és alkalmasak leszünk arra, hogy itt diplomáciai rendezvények is legyenek, és művészeti szalonok, ami ugye nem véletlen városunk, a Kultúra Magyar Városa, felkészültek vagyunk arra, hogy bármilyen színvonalú művészeti előadást, kulturális programot rendezzünk, a kastély ennek nagyszerű színteret fog adni. Jó szívvel mondjuk, hogy a kastély családbarát lesz. A családbarátságnak ugye az egy első momentuma a házasság és az esküvő, és ahogy korábban is, a kastély az esküvőknek egy nagyon szép, impozáns színteret kell, hogy majd adjon. Lévén, hogy itt egy nagyon nagy horderejű dologról van szó, minden szakágazatnak nyilván lesz egy fővállalkozója, amely nem lehet egy kis villanyszerelő csoport, vagy egy kisebb helyi vállalkozás, de ahogy az másutt is meg szokott valósulni, a vállalkozóként általában beszokta tudni társulni a helyi vállalkozásra. Van egy terv, ami arra vonatkozik, hogy ez 2023 év végére valósulhat meg, de egy ilyen épületnél annyi minden felmerülhet menet közben, a tervezésnél is, és a kivitelezésnél is, hogy azt nem lehet tudni, hogy ez a határidő tartható-e. De nyilvánvaló mindenki azon lesz, hogy minél előbb át tudjuk adni a nagy közönségnek a kastélyt. A kastély egy ikonikus épület, és tulajdonképpen Ráckeve turizmusának a zászlós hajója ez az épület. Munkahelyeket fog teremteni, ez bevételt termel a város számára, és Ráckeve idegenforgalmában hatalmas lökést fog adni. Ez a zászlós hajó, ez fog maga után húzni nagyon-nagyon sok mindent, a helyi vendéglátást, az ideérkező emberek által. Azon dolgozunk, hogy a közép-magyarországi régiónak, Budapestnek ez egy rekreációs központja legyen. Értem azt, hogy van egy megújult belvárosunk, ugye 2012-ben került a belváros felújításra. Itt lesz a szép kastély, és közte van 800 méter Kossuth Lajos utcai szakasz, aminek a burkolata, az utca berendezése, sok esetben maguk a házak, hát, hogy fogalmazzak, nem a legszebbek. Tehát ezért szól úgy a címe a programnak, hogy Barokk fények Ráckevén, híddal a belvárosba. Ezt a hidat, ez a 800 méteres utcaszakasz jelenti, amely a fejlesztés kapcsán teljesen meg fog újulni. Hogy az egy valóban egy összekötő, méltó összekötő elem legyen a belvároshoz.